Szevasztok, megmutatom, hogy kell áramtalanítani egy Toyota Yaris hibridet. Ez egy kicsit bonyolultabb egyébként, mint egy sima villanyautó, nem is értem. De hát megmutatom, hogy mi a technikai sorrend. Első lépésben, ami kulcs nélküli indításos, ott a kulcsot el kell távolítani az autót hatótávolságától egy 5 méteres távolságra, hogy ne érzékelje az autó a kulcsot. Mert az autó jobb oldali biztosíték táblájából a 30-es számú biztosítékot el kell távolítani. Ide rakod, hogy meglegyen. Harmadik, 30-es számú biztosíték. Majd ki kell nyitod a járművet, én már itt előre dolgoztam, és első körben a negatív sarut le kell kötnöd. Tehát a negatív sarut le kell kötnöd. Érdemes mindenféleképpen szigetelt dolgokkal dolgoznod, ugyanis itt ugye nagy feszültség uralkodik. Ezt ide félre is tudod rakni. Most pedig 10 percet kell várni, hogy az az előírás, mondom, kóboráram, stb. Előfordulhat, tehát 10 percet kell várakozni, hogy a további munkálatokat tudjad csinálni. Ha letelt, akkor a plusz sarót is eltávolíthatod, a kisaksiról természetesen. Ezt mindjárt lerakom, mert félkézzel nem megy. Le is vettem, mindent úgy helyezzetek le, hogy ne érjen semmihez. Vagy az se árt, egyébként ha gumi felületre rárakjátok, vagy leszikete állítek, mert azért a kóbor áram előfordult. Itt van egy áramtalanító biztosíték, amit mondják, hogy ez nem biztosíték. Ezt így lehúzod, fölhúzod, ki tudod venni belőle, és amit még ennél a típusnál el kell követni, az pedig mutatom. A bal első biztosíték táblánál egy szigetelt nyelvű csavarhúzóval benyúlsz ide, és megindítod ezt a kábelt. Persze ez sem egy hála Isten egy kézzel. Így. Így. Szépen kiveszed, és ezt is félrehelyezed. És innentől kezdve az autó le van áramtalanítva. Lehet vele dolgozni. Ne felejtjétek, hogy mindig a kulcsot el kell vinni az autótól 5 méterre. Én akkor is el szoktam vinni, ha nem kulcs nélküli, indításos. Illetve minden egyes ilyen fázisnál érdemes várni 10 percet, hogy a kóbor áram esetlegesen eltűnjék. Otthon csak akkor próbáljátok ki, hogyha biztosak vagytok magatokba. Ez csak egy ilyen kis érdekesség volt.